Közép estét kívánok, köszöntöm az Agrárturisztikai Magazin nézőit. Mai témáink a tejtermelésről fogunk beszélgetni, illetve a tejföl árának drasztikus emelkedéséről, miért volt vagy lesz erre szükség, az aratásról természetesen, illetve láthatnak egy bejátszást arról, hogy megújul a Börgönd-Pusztai fertőzugtórendszer. Vendégem Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Mezőföld ZRT vezérigazgatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnök helyettese. Tisztelettel köszöntöm. Szép estét mindenkinek. Nos, hát tej. Nagy Istvánt idézném, aki a Földönösi a Szaktárca parlamenti államtitkára, aki arról számolt be, hogy a tejterméktanács ülése volt egyébként, hogy a feldolgozás növelése elengedhetetlen. És ehhez pedig az szükséges, hogy a tejtermelők összefogjanak, és a feldolgozás és a kereskedelem, ha úgy tetszik, kézenfogva járjon. Ez reális elképzelés? Ez teljesen reális elképzelés. Igaz, hogy ennek a szerves fejlődésnek, hogy a végére érjünk, ehhez még azért jó pár évre szükség van. Sajnálatos módon lehet, hogy évtizedre is, hiszen a kisebb tejtermelőknek azért a különféle közösségekbe, termelő csoportokba való tömörülése, hát mindig kérdőjeles volt, bár a tej termelők élen járnak ebbe a kérdésbe, hiszen szinte ők az egyetlenek, ha nem is példanélkül állók, hogy összefogva egy termelő üzemet is birtokolnak, lásd az alföldi tej vonatkozásába. Tehát a termékpálya két elemét, a termelést és a feldolgozást is már összefogják, még nincs meg a harmadik elem, az értékesítési hálózat, nincs meg az, hogy üzlethálózat legyen, hiszen így a kiskereskedelmi multinacionális áruházláncok elég alaposan tudják befolyásolni a piaci viszonyokat oly módon, hogy a tevékenységükkel ráterepednek egy-egy árszintre, ami azt jelenti, hogy a drágulások azok igen gyorsan begyűrűznek, az olcsóbbá vált termékek pedig azért hát kevésbé. Magyarán ez azt jelenti, hogy a tejtermelők kárára vannak elmozdulások. Tehát amikor megfordítva a tejtermelés vonatkozásába drasztikus áremelések vannak a nyers tej átvételi árába Európa szerte, mint most is, nézzük meg a német, olasz és egyéb tejárakat, addig hazánkba a végtermék vonatkozásába alig van elmozdulás. Tehát így a feldolgozó nem tud radikálisan emelni a termelő felé, a termelő pedig mit sem érez ebből az európai nagy tejbumból, illetve hát ennek csak bizonyos szegmensei érintik. Természetesen, hogyha ez fordítva következik be, abban a pillanatban villámgyorsan érvényesíti az árcsökkenést a nagy kereskedelmi áruházban. Ugye az elmúlt évtizedünk arról szólt, hogy folyamatosan foglalkoztunk az átvételi árak, aztán jött a kínai piac, az orosz piac, a Távol-Kelet, és mintha a piacvédelmi intézkedések, bár szorgalmazta a szaktárca és a kamara is, elmaradtak volna. Tehát most ebben az összefüggésben azt mondhatjuk, hogy elindult valami, ami most már biztosítja a termelők, tehát a gazdák megélhetését, és ráadásul a piac szereplőjeként a fogyasztókat is. Igen, bár ezekben is az előbb említett szerves fejlődés azért meglehetősen lassú, hiszen évekkel ezelőtt említettem ebbe a műsorba, hogy a tej nevet is le kellene védeni, hogy tej az az állati tőgyszekrétum, amely szarvasmarhából, stb. Van. Tehát nem mindenféle növényi és más eredetű tejszerű anyagokat tejnek nevezni. Ebben most azért történt lépés, mert szója és egyéb tejek azokat ezt követően már nem tejnek lehet megnevezni, tehát növényi eredetű ilyen jellegű folyadékokat, és hát ugye annak idején volt ugyanúgy, hogy különféle impermeáb
gumokból készültek tejek, amik hát megint nem voltak köszönő viszonyban sem az eredetileg a tehintőgyből kifejt tejjel. Tehát eleve ugye a megnevezés és ennek a fogalomkörnek a tisztázása, majd pedig azok a piacvédelmi intézkedések, hogyha mégis külföldről valamilyen módon nem megfelelő beltartalmi értékű és minőségű tejet hoznak be, azt radikálisan szankcionálni, még mielőtt a boltoknak a pultjaira kerül, még mielőtt a fogyasztó valamilyen módon elfogyasztja. Nem is mondom, hogy hozzászokik, mert ezek a termékek nyilvánvaló, hogy jellegüknél fogva kimondottan olcsók, és egyszerűen annyiból nem lehet tejet előállítani. Ez ugyanolyan, mint hogy ugye a magyar szabványok változtak, szerencsére most vissza a hús vonatkozásába, nem eltérni akarok, de ugye ma már Párizsiban majd 50% minimum, meg a fölötti hústartalomnak kell lenni. Hát hova tovább, hagyd ne mondjak százalékokat, de igencsak az alsó kategóriákat kell említeni, hogy olyan minimális 20%-kal voltak a pultokon, természetesen rendkívül olcsó árun, Párizsinak nevezett valamik, mert nem akarok most durván fogalmazni, amit persze olcsón meg lehetett venni, mindenféle növényi elemeket is tartalmazott, de időnként az a jószág, aki húsevő és kutyának nevezik, nem volt hajlandó megenni, mert ő tudta, világos, hogy húst enne, de nem azt kap. No, még térjünk vissza a tejre. Két, Mékuti Tibor, a tejtermék tanács elnöke azt mondta, hogy két alap van, innováció és marketing. Ilyen egyszerű lenne? Tehát a fiatal gazdákat ösztönzi az innovatív termelésre, másik oldalról pedig megjegyzi ugyanebben a szövegben, hogy a marketingben is jelentős az elmaradás. Mindkettőben jelentős elmaradás van, ez így igaz, de ennyire azért nem egyszerű a helyzet. Innováció vonatkozásába ugye a jogelődök is voltak az alföldi tejnél, és sajnos lassan én már egy élő történelem könyv vagyok ilyen tekintetben. Amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor én szentül hittem azt, hogy a minőség szentsége az mindenható, hiszen az Európai Unió a minőségre törekszik, és a termelőnek is kutya kötelessége ezt megszokni, átvenni innovatív módon. Igazából azt hittem akkor, hogy pár év után a tejnek a folyadék része, az csak egy szükségszerű dolog lesz, ami vívőanyag, és a beltartalom lesz az elszámolásnak az alapja, tehát a tej, zsír és tejfehérje. Ezért meg is tettem mindent, aminek eredményeképp már az Unióba a Parmarat akkori vezetői azt mondták, hogy egy tejválság idején, hogy azért fogom veled először megszüntetni a szerződést, mert te a legtöbbe kerülsz a Parmaratnak, mert mindig extra tejed van. Tehát magyarán, amíg a törvények, amelyek megengedik, hogy egy vállalkozás, és most itt nem az alföldi tejről van nyilvánvaló szó, a rossz minőségi tejet oda tehessék a fogyasztók asztalára, addig lehet, beszélhetünk innovációról, beszélhetünk marketingről, sok mindenről, ezt meg kell tudni egyértelműen akadályozni, azóta persze meglettek ezek a jogszabályok, tehát ma már kiváló minőségű tejek kerülnek kizárólag az asztalra, de eltelt közben sok-sok év, és most kezdünk megint előjönni azzal, hogy igen, a termelő szerencsés, hogyha úgy takarmányoz, hogy magas zsírtartalom és fehérjetartalom legyen, magas beltartalmi értékű teje legyen, nyilvánvaló extra minőségbe. Hát csak ezt meg is kellene valamilyen módon tartósan becsülni. Igen. Tehát holnap után nem kellene újból azt mondani, hogy az egyszerű folyadéktejek az, ami nyerő.
nem kellene oda jutni, ahol a búzába is jutunk, de ez egy más igen. téma, hogy az elmúlt 5 évben alig van 2-3 ezer forint különbség az étkezési és a takarmány között. Reméljük az idei év más lesz. No, még egy röviden a tejnél, hiszen amit az imént mondott, hogy a takarmányozás szintje is és a minőséged befolyásolját, ez természetes. Ugyanakkor jött az újabb hír, szívemhez kaptam, meg kell, hogy mondjam, a tejföl ára. Kiderült, hogy az a tejföl, amit itt most a polcokon találhatunk, az nem minőség. És ahhoz, hogy minőség legyen, és ez összefügg nyilván majd az árban is, amiről beszélünk, ahhoz pedig egy új takarmányozási rendszert kéne bevezetni. Miért most teszem fel a kérdést? Hiszen itt csak nem 50%-os áremelésről szólnak a hírek. Nem kell új takarmányozási rendszert bevezetni. A magasabb szintű tejtermelés esetében is a zsírtartalomnak a növelését, ugye a rostoknak a növelésével, fehérjetartalom növelkedését, megfelelő beltartalomértékű takarmányokkal tudjuk biztosítani. Tehát ha a feldolgozónak és a piacnak az lesz az igénye, nem csak a verbalitás szintjén, hanem forintálisan is, hogy ezt a beltartalmat fogja jobban megfizetni, akkor a termelők elgondolkodnak rajta, és át fognak állni nyilvánvaló arra a fajta nem új, hanem már megszokott, de beltartalmára egy kicsit más takarmányozásra, ami biztosítja a magasabb zsírtartalmat és a magasabb fehérjetartalmat. De amíg ez egy óhaj a verbalitás szintjén, anyagi értelemben a forintok nem követik, addig igen nehéz ma egy olyan hihetetlen nagy válság után a termelőket rábírni arra, hogy újabb és újabb forintokat öljenek bele a költségekbe, amikor a költségeik nagy része évek óta nem térült meg, és most kezdenek újból nulla körül, vagy egy kis nyereséggel rendelkezni, és ebben a pillanatban azt mondjuk nekik, hogy ezt a végre évek múltán kiböjtölt pici nyereséget is azonnal fordítsd vissza takarmány változtatásra, de én még nem fizetem meg, mert hát még nekem sem fizetik meg, teljesen joggal mondhatja a feldolgozó, az áruház láncok. Tehát valahol lett az a bizonyos ebb itt van elásva, hogy rendben van, ha drágább lesz. Csak az Európai Unióban szokás megnézni, hogy egy adott végterméknek az árából a gazda, az alapot termelő gazda hány százalékban részesül. És ez bizony az Európai Unió vonatkozásában 30% körül is mozog. Kérem tisztelettel, nézzük meg, hogy majd a megemelt tejföl árába, amit egyébként nem teljesen értek, hogy miért kellene ennyire megemelni, de ahogy mondtam, ebbe igen gyorsak a kiskereskedelmi áruházláncok, bizony hány százalék jobb vissza a tejtermelőhöz? Meggyőződésem, hogy mélyen az Európai Unió átlag alatt vagyunk, de itt számtanokat is, matek példákat is tehetnénk, de hát nyilvánvalóan továbbra is 25, illetve 30 eurócent között van ugye a tej felvásárlási ára. Így van. Jó. No, érdeklődéssel várom a fejleményeket, és fogunk még erről beszélni. Ugyanakkor egy héttel vagyunk Péter Pál után, megkezdődött az aratás, az őszi búza és a repce aratása, és ez egy nagyon-nagyon fontos. Pedig nagy az időjárás, ahogy talán már beszéltünk róla, nagyon nem volt a gazdák mellett, hiszen a téli időszakban volt fagy, kevés volt a csapadék, tehát a hó, tehát a fagykár, aztán jöttek a hirtelen esőzések, aztán szárazság volt, most meg hőség van. Tehát azt hiszem, hogy nagyon rossz, ha úgy tetszik, rossz esztendőt zártak, látszólag. Ugyanakkor azt olvashatjuk, hogy jó, közepes a termés. Viszont itt is meg kell jegyeznünk, hogy a piac ingadozik, és ugye itt a beszélgetésünk előtt már elmondta, illetve a beszélgetésünkben is érintette, hogy tulajdonképpen a kiváló minőség
és a takarmány búza ára között, vagy alig van különbség? Igen, évek óta alig van különbség, ami számomra megmagyarázhatatlan, hiszen a pékeknek is, feldolgozóknak is elemi érdeke lenne a hagyományos, jó minőségű magyar pékárút az asztalra tenni. És itt most nem térek ki albán pékségek egyéb vonatkozásba, hanem itt is szabályozás rendkívül fontos, hogy az a európai modell, ahol gyakorlatilag nincs is különbség, most kevés kivétellel, ugye, mert euróbúzáról van szó, a takarmány és az étkezési minőség között, ott mindezt adalékanyagokkal oldják meg. Ezáltal ugye az a fajta minőségi búza, ami Magyarországon terem, kevésbé kurrens, vagy csak bizonyos szegmens területen élhetünk az export lehetőségeinkkel, hiszen adalékanyaggal mindent meg lehet oldani, és bizony ezeknek a gyártói, tehát az adalékanyagoknak a gyártói a célja, hogy minél több országot öleljenek át e tekintetbe, akiket rászoktatnak arra, hogy egyszerű és gyengébb sikértartalmú búzából is lehet ízletes kenyeret sütni és elkészíteni, ami persze nem azonos azzal a kenyérrel, nem csak azzal, amit nagyanyáink még saját maguk kovászoltak, hanem azzal sem, amit pár évtized ezelőtt a magyar fogyasztó megkapott. És itt ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ebben nem lehet azt mondani, hogy innovatív dolgok kellenek, hiszen a martonvásári búzafajták, köztük a nádor is, most aratjuk, 16 fölötti fehérjét is tud. Szinte hihetetlen. A 35 fölötti sikérrel, jó esésszámmal, és még ugye a termés átlaga is jó neki, hiszen nála a ősz során a bokrosodás is még megfelelő volt, tehát nagyon jó hozza továbbra is magát. Hiszem azt, hogy az idei évben, mivel Európa számos országába gyenge minőségű gabonák lesznek, tehát még a alacsony étkezési gabona minőségi szintnél is alacsonyabbak. Ezért a magyar minőségi búzára idén szükség lesz. Már vannak megkeresések nálunk, ahol 49 ezerért keresik a minőségi búzát, minőségi étkezési búzát, többek közt ezt, amit a nádorról beszéltünk. Ez nem a tőzsde, de a tőzsde majd később követi azokat a piaci igényeket, ahol már bizonyos malmok rájöttek arra, hogy Magyarországon is kevés lesz. Lehet, hogy az elmúlt éveknek a tapasztalás alapján, lehet, hogy agrotechnikai időjárási egyéb problémák kapcsán ezt külön adott esetben megvitathatjuk, a minőségi étkezési búzának a aránya, de erre már egymást kezdik licitálni azok a malmok és felvásárlók, akik látják, hogy ennek értéke lesz akár a hazai piacon, akár pedig export vonatkozásban. Köszönöm önnek, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. És folytatjuk, tehát folytatjuk az Agrárinfót. Most pedig nézzük meg, ahogy említettem a műsor elején, megújult a Pörgönd-Pusztai fertőzők halastórendszer. A tulajdonossal beszélgettünk, hiszen rövidesen kezdődik a megnyitó, és azt hiszem, hogy idilli hely várja a horgászat szerelmeseit. Megújult a Börgönd-Pusztai halastórendszer. Kikotorták a medret, így egy 180 cm-es és egy 2 méteres mélységű horgászparadicsom várja a természetes vízek szerelmeseit. Egy éve ezelőtt költöztünk ide feleségemmel, és sétáltunk egyet a helyiek úgy mondják, hogy faluba, Börgönd-Pusztán, és lesétáltunk ide a tóhoz, mert emlékeztem én korábban, hogy jó pár éve ezelőtt én jártam ide horgászni. És sanáttal vettük észre, hogy az egész tórendszer nádba állt, el volt hanyagolva, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha megvásárolnánk, és csinálnánk itt egy jó kis horgászparadicsomot.
és felelítenénk itt a régi hagyományokat. És szerencsére a tulaj partner volt mindenben, meg tudtunk egyezni, a tavat felújítottuk, és most jelenlegi állapotában várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket. Felújítás viszont nem ment egyik napról a másikra. Mi mindent kellett tenni ezzel a tóval, hiszen ahogy most a képeken is látjuk, ez gyönyörű. Hát igen, január végén kezdtük el, még a nagy hidegekben tiszta jég volt minden, akkor kezdtük el a munkálatokat. Szinte tiszta nád volt az egész, mind a két meder. Teljes mértékben takarítás, kitakarítottuk mind a két medret, iszaptalanítottuk a medreket, megcsináltuk a partvédelmet, a környezetét, fákat ültettünk, beállókat építettünk, stégeket építettünk, és most tartunk ezen a szinten, de még közel sincs vége a fejlesztéseknek. Nagyon fontos, a horgász számára a legfontosabb, maga a hal. Milyen halakat sikerült ide betelepíteni? Hát jelen pillanatban pontyok, tokhalak, afrikai harcsák találhatók benne a tavakban. Jövő héten érkeznek még amúrok, és ősszel vannak terve véve a csukák és a süllők és combók. Sajnos évközben, nyári hónapokban nagyon nehéz beszerezni a halat, és csak kora tavasszal és ősszel lehet vásárolni. De az is van, a két tó el van különítve egymástól. Az egyik tó a sporthorgásztó, ahol kapitális méretű halak találhatók. Itt a 20 kg fölötti 25 kg-os tokhalak is megtalálhatók. Gyönyörű szép afrikai harcsákkal és 15 kilós pontyok is vannak benne szép számmal. A másik tóban piaci pontyok és ilyen 1-2 kilós tokhalak vannak, és ilyen 3-5 kilós afrikai harcsák. Szóval igazából mindenkinek az igényét ki tudjuk elégíteni. Rendkívül fontos, hogy milyen halak vannak a vízben, viszont a víz minősége nem különben. Azt hiszem ez az alapvetés. Hogyan lehet megoldani a természetes vízpótlást? Hát a vízpótlásunk, szerződésünk van, engedélyünk van arra, pont a tó mellett megy el az Öreghegy és a Köfém lakótelepnek az első vízcsatornája, és innen van átemelési engedélyünk, és a víznek a minőségét szellőztetőkkel próbáljuk javítani. Nagyon oda kell figyelni az oxigén minőségére, mert hogyha nagyon alacsony, akkor a halak sajnos pusztulnak. Komoly műszereink vannak ehhez, naponta kétszer mérjük a víznek a minőségét, oxigén és pH értékét. Szerencsénkre rendben van mind a két értéke. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy a horgászember, ahogy az imént is mondtuk, egy olyan ember, akinek teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy hol horgászik. Ugyanakkor mi mindent kell tenni azért, hogy egyre népszerűbb legyen itt ez a börgönpusztai paradicsom? Hát az, hogy eljönnek a horgászok, az összetett. Szóval már nem van egyszerű. Rengeteg horgásztó van már a környéken is, az egész országban. Az, hogy ide tudjuk vonzani az embereket, legfőképpen az kell, hogy tudjanak fogni halat. Szóval, hogyha valaki leül egy partra, és egész nap nem fog semmit, egy kapáson is, biztos, hogy nem fog oda elmenni legközebb. Nálunk ez nem fordulhat elő, hál' Istennek, mert annyi hal van benne, hogy fejbe lehet dobni a halakat. Meg plusz a szolgáltatások. Szóval igazából a vizes blokktól kezdve a büfé nagyon fontos már a mai horgásztavakhoz, és ezzel tudjuk talán megnyerni az embereket. Ide jönnek, jól érzik magukat, itt van a szomszédságunkban az állatsimogató, a gyerekeket tudnak jönni, itt esténként le tudnak jönni sörözni hozzánk, finom halakat, sülthektől kezdve a lángosig, palacsintától mindent tudunk adni a vendégeinknek. Szóval itt egy komplex szolgáltatást kínálunk. Tehát a mennyiség és a minőség kézen fogva jár. Nagyon-nagyon fontos, hogy a horgász időszak elvileg egy teljes esztendő, ugye azt tudjuk, bár a nagyon szigorú télben azért nem nagyon van léghorgászat, gondolom itt, viszont melyek azok a különleges programok, amelyek még vonzóbbá tehetik, hiszen a környezet csodálatos, azt tudjuk, de ez akkor jó, ha tele van élettel. Így van. Szinte a nyári hónapokban majdnem minden hétvégére van már programunk. Nagyon sok cég jelentkezett már hozzánk összetartásokra. Tartanak itt ilyen gyereknapokat, dzsúrokat. Most készül a szigetünk, már a hidet majd lehet látni. A szigeten ilyen egzotikus növények, fák lesznek világkoszorúval bejáratnál, és itt szeretnénk majd ilyen esküvői fotózásokat és akár nyíltíri esküvőket. Itt lesz össze egy helységünk, mivel egy 120 férőes, akár kisebb lakodalmakat is tudunk majd rendezni. Ugye azt tapasztaltuk, hiszen köszönhetően a
településrész önkormányzat képviselőjének, DNS-nél Flug Györgyinek, hogy a Börgöndi Napok rendkívül népszerű. Azt hiszem, hogy ezt érdemes folytatni. Hasonló rendezvényekben is gondolkodsz? Hogyne. Eddig fönt volt a templomnál a falunak minden rendezvénye. Most már tervezgetjük, hogy ide is lehozunk egy-két dolgot. Nagyon jóba vagyok itt a helyi vállalkozókkal. Egy rendkívül jó közösség van itt a faluba. Nagy összetartás van. Nincs irigykedés, szóval tényleg csak pozitívat tudok mondani. Az önkormányzat meg hatalmas segítséget ad nekünk mindenbe. Szóval igazából még nem ütköztünk semmiféle falba, szóval tényleg korrektek velünk szemben. De ehhez persze gondolat is kell, meg tisztességes vállalkozói magatartás. Ugyanakkor egy előzetes beszélgetésünkkor elmondtad, hogy ott nem több lábon állsz, tehát ez tulajdonképpen még egy hobbi, ami viszont én azt mondom, hogy mégis teljes embert kíván. Igen, ez egy, igazából nekem egy szerelem. Én gyerekkorom óta horgászom, nagy imádója vagyok a horgássportnak. Ezt igazából a vállalkozásom mellett ez ilyen hobbi, valóban hobbi, ahogy megfogalmaztad, és igazából a nyugdíjas éveimre terveztem ezt a horgásztamat, hogy ez majd hoz egy akkora bevételt, hogy nyugodtan meg tudjunk élni a nyugdíjas éveinkbe. Mellette van nekem egy fuvarozó cégem, nemzetközi szállítmányozással foglalkozunk, és igazából a két cég összedolgozik, és így fent tudjuk tartani. Szóval itt nálunk olyan nem lesz, hogy kifogy a halatóból, mert mindig lesz pótlás. Ki mindenki van ebben a munkában, a családodon túl a segítségedre? Hát igazából a párom, aki mindent elvégez a otthoni munkákat helyettem, de a céget, azt igazából a két céget azt egyedül fogom össze, és vannak itt nekem olyan alvállalkozóim, akik folyamatosan itt dolgoznak, akár a kertészekről, vagy a gépészekről, vagy a földmunkagépesekről van szó, ők folyamatosan jelen vannak, és hát ők nekem nagyon nagy segítségem, jobb kezeim. Miként invitálnád meg azokat a székesfehérvári horgászokat és nem horgászokat, akik még nem jártak ide? Hát jöjjenek el, nézzék meg. Itt aki egyszer idejött, az másodszor is megjelent, mert mindenkinek tetszik. Szóval itt nyugalom van, békesség van, és szerintem a mai stresszes világban ez kell az embereknek. Mindenkit szeretettel várunk, ha akár csak egy csoport sörre jönnek el, akkor is jól fogják érezni magukat, de ha horgászni szeretnének, akkor jöjjenek, mert tényleg nagy élményben lesz részük. A tónyító rendezvényt július 15-én tartják meg, az ünnepség mellett nagyszabású, hagyományteremtő horgászversenyre invitálják a görbülőbot rajongóit. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra.